Közel 200 édes gesztenye csemetét sikerült elültetnünk itt az Etavára alja fölött. Ezt a projektet a közösségi alapítvány ötletéből kiindulva támogattuk meg, és együtt dolgoztunk szakmai szempontból a lakói közbirtokosság, illetve a laki erdészet szakembereivel. Nyugati és fejlődő társadalmakban egyre nagyobb divat az, hogy környezetbarát életmódot élünk, és egyre fontosabb a környezettudatos életmód minden személy számára. Mi is errefele szeretnénk haladni, és ezáltal ezzel a programmal most a vállalatokat célozzuk meg. Tulajdonképpen a tevékenységünk során direkt vagy indirekt módon termelt szén-dioxid kibocsátásunkat próbáljuk ezzel a fogutatással ellensúlyozni hosszú távon. De távlati befektetés, ha lehet ezt így nevezni, mert évtizedek kérdése, amíg egy édesgesztenyéből egy kiadós fa cseperedik. Ez lehet, hogy így mindennapi ember számára, meg a civil társadalom számára egy nagyon kézzelfoghatatlan dolog, de mi erdészekként megszoktuk azt, hogy 100 évekbe gondolkodunk. Tehát ezek a fák, amiket ma ide elültettünk, ezek körülbelül 30-40 év múlva fognak teremni. Ezeket nem szánjuk kivágásra, hanem elsősorban a biodiverzitás, gazdagításra lenne a cél. Különleges fafajként a már meglévő erdeink fafaj sokszínűségét gazdagítsa, és nagyon reméljük azt, hogy ezek az egyedek, amiket elültettünk, megélnek, akkor egy bizonyos mintaprojekt is lesz. Ami nagy előnye a szelíd gesztenyének az az, hogy ehető termést is biztosít, és én úgy gondolom, hogy akkor ez mindenképp még egy pluszt visz majd a hajdani erdeinkben. Minden koronatáros kollégának, illetve az ültetésben segítkező családtagoknak, barátoknak megvan a saját kis csemetéje, és hát azt szeretnénk, hogy ez hosszú távon egy ilyen kisebb találkozóhelyi, turisztikai úti céllá váljon a kollégáink, illetve a teljes cégközösségünk számára.